Szinte azonnal birtokba vették a gyerekek a felújított közösségi házba vásárolt új csocsóasztalt. Az egyik másik teremben helyet kapó biliárdasztal is igen népszerű volt, de ezek mellett még Xbox szobát, konyhát, zenehallgatásra alkalmas helyiséget is kialakítottak, és ezekbe való eszközöket is beszerzett a sárpilisi önkormányzat. A most átadott közösségi házat évekkel ezelőtt 3 millió forintért vásárolták meg, azzal a céllal, hogy előbb-utóbb felújítsák. Akkor már azzal a célzattal, hogyha tudja, akkor egy pályázat segítségével felújítja, és megmenti ezt a településnek ezt az emblematikus épületét, de nem csak megmenti, hanem megpróbálja funkciókkal megtölteni. Megpróbálja a fiatalságnak, az idősebb generációknak valamilyen közösségi térré, közösségi funkciót ellátó épületté formálni. A fejlesztést végül egy pályázat tette lehetővé, amin 30 millió forintot nyert az önkormányzat, ehhez tettek még hozzá több mint 12 millió forint önerőt. A pénzből az épületet teljesen felújították, korszerűsítették a fűtés és vízhálózatot, új tetőt és nyílászárókat is kapott az ingatlan, és teljesen be is rendezték. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nagyon jól működő egyesületeink vannak a településen. Ezt tovább erősítenénk például egy nyugdíjas klubbal, hiszen most már akkor nyugdíjasoknak lenne lehetőségük itt közösen kézi munkázni, akár főzni, akár valamilyen előadókat hívni és azt meghallgatni. A polgármester arra számít, hogy a közösségi házban folyamatosan nagy lesz az élet. A helyi ifjúsági klub tagjai ugyanis már jelezték, hogy szeretnének ott állandó rendezvényeket tartani.